Nagy, nagy szeretettel köszöntelek benneteket Rio de Janeiroból, akarom mondani Budapestről, a 39. Vízer Budapest félmaratonról. A 17.-18. kilométer között vagyunk, itt a március 15-e tér környékén, és láthatjátok, hogy itt mögöttem a Bloco di Samba Girasol nevezetű együttes egészen szenzációs karneváli hangulatot varázsol, peregnek a dobok, szól az ének, egészen fantasztikus, tényleg az ember egy ilyen Copacabana bulin érzi magát, a brazil zászlóba tekert dobokat is láthatjátok talán a képen keresztül, és hát mondanom sem kell, hogy ez óriási erőt ad itt a futóknak, akik ugye ráfordulnak az utolsó 3,2 kilométerre a célig. Nagyon sokan kiintegetnek, nagyon sokan bekapcsolódnak a ritmusba, sőt olyan futót is láttam itt az imént, aki egy pillanatra megállt, és hát valami szambára hasonlító mozdulatsort nyomott lesz. Most én itt inkább nem próbálom meg leutánozni, minden esetre egészen fantasztikus a hangulat, egy mini Brazília itt Budapest szívében. Most már azért érdekes talán ezt is elmondani, hogy kezd melegedni az idő, úgyhogy ahogy itt végigjöttünk a pesti alsó rakparton, azért megfigyelhettük, hogy a futók többsége próbál, ha minimális is az az árnyék, de mégis árnyékba húzódni és árnyékot keresni. Azért most már jócská 30 Celsius fok fölött van a hőmérséklet, de hát bírják a fiúk, bírják a lányok, bírja ez a klassz nemzetközi mezőny, és ugye innen már valóban nincs sok hátra, hiszen a Fővám tér után átfutnak a hídon, és onnantól kezdve gyakorlatilag már a célegyenes következik a Pázmány Péter sétányra. Úgyhogy egyelőre ennyit innen a március 15-e térről. Szamba hangulattal búcsúzunk, és rövidesen majd a célterületről jelentkezünk ismét. Sziasztok addig is!